Tavaly került be a nemzeti alaptantervbe az a módszer, amelyet Polgár Judit nemzetközi sakknagymester dolgozott ki. Először amolyan kísérleti terepként egy budapesti iskolában alkalmazták, majd fokozatosan egyre több oktatási intézmény illesztette be nevelési-képzési rendszerébe. Jelen pillanatban 57 iskolában használják ezt a logikai képességfejlesztő programot, amelyet Polgár Judit sakkmester dolgozott ki. És úgy gondoltuk, hogy hát ha nem is évenként, de elég gyakran kell az iskola és az óvoda képzési kínálatát bővíteni, színesíteni, és hát ebből a célból is vezettük be ezt a kiváló képességfejlesztő programot. Az újfajta képességfejlesztő képzés iránt érdeklődő óvodapedagógusokat és tanárokat egy 30 órás képzésen készítették fel arra, hogy a gyerekekkel is megismertethessék a sakkozásban, illetve a sakkozáshoz szükséges gondolkodásmódban rejlő fejlesztési lehetőségeket. A karcagi intézményben külön szaktantermet alakítottak ki a sakkpalota program számára. A fenntartó pedig gondoskodott a képzéshez szükséges tankönyvek, munkafüzetek beszerzéséről. A gyerekek nagyon élvezik, nagyon szeretik a játszóteret, a bábukat, az eszközöket. Igazándiból mi nagycsoportosok vagyunk, de egészen már 4 éves kortól, kiscsoportos kortól is lehet. Érdekes mondókák, jó történetek és választékos motiváló játékok és eszközök tartoznak ide. A szakmai ajánlás alapján elég lenne heti egy alkalommal tartani sakkpalotás, sakkjátszóteres foglalkozásokat, de a gyerekek és szüleik is ennél többször igénylik, így Karcagon hetente 2-3 alkalommal is ilyen készségfejlesztő kis csoportos foglalkozás van. Fejlesztjük a teret, az irányokat, a tájékozódó képességet a gyerekeknek, a saját kommunikációs képességüket, kreativitásukat, hogy minél könnyebben tudjanak ezek a gyerekek a térben elhelyezkedni, és saját feladatokat tudjanak kreálni ebben a testnevelésben. 4 szintből áll, mi a legelső szinttel kezdtünk még el megismerkedni, ezek a járásfutás feladatok és a sakktáblának a mezőjének a használatát, és a 4. szinten odáig fogunk eljutni, hogy a sakktáblának a szabályait fogjuk alkalmazni a mozgás keretein belül a testnevelésben. 30 órányi képzést kellett elvégezni annak az óvodapedagógusnak, tanítónak. A 2013 óta a nemzeti alaptanterv részét képező úgynevezett sakkpalota módszert. A világ valaha volt a legeredményesebb női sakkozója, Polgár Judit dolgozta ki azt a módszert, amely nemzeti érték lett. És annak ellenére, hogy csak 11 éve része a hazai oktatási palettának, komoly eredményeket tud felmutatni. A program karcagi alkalmazása még csak egy tanulmányi fél évre nyúlik vissza, így az itt szerzett tapasztalatok még nem mérhetőek össze azon oktatási intézményekével, ahol már 10 éve így tanítanak. Minden esetre az első benyomások több, mint pozitívak. A sakkpalota órák ebben a tanévben kezdődtek, hiszen a továbbképzést a nyár folyamán végeztük el a kollégáimmal. A sakkpalotáról azt kell tudni, hogy ez egy komplex képességfejlesztő módszer, melynek a megálmodója Polgár Judit, többszörös sakkolimpikon és nemzetközi sakknagymester. A sakk szabályait és eszközrendszerét használva épül bele az alaptanterv tantárgyaiban, így a nemzeti alaptantervben már 2013 óta választható tantárgy. Így miután mi elvégeztük ezt a továbbképzést, ebben a tanévben szeptembertől heti 1 órában sakkpalotaként tanítjuk a gyerekeket, megismerkedünk a sakk szabályaival, a sakk bábuival, értékeivel, lépés és ütési szabályokkal, illetve a gyerekek megismerkednek olyan új fogalmakkal, mint mátrix, sor, oszlop, átló, sánc, már most itt tartunk, hiszen apró lépésekben hétről hétre megismerkedünk a sakkszabályokkal, illetve az ismeretlen szavakkal.
A sakk az egy nagyon jó képességfejlesztő eszköz. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó hatással van a gyerekek logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésében, az ok-okozati viszonyok feltérképezésében, önálló döntéshozatalban, illetve a probléma megoldó képességben, tanulás-tanítás folyamatában, így mindenképpen én úgy gondolom, hogy segíti a gyerekeket a tanulásban, illetve a gyerekek életkori sajátosságait, illetve a gyerekeknek a tananyagát követve épül be a tananyagba is a sakkpalota. Elsőtől negyedik osztályig dolgozták ki a könyveket, összesen 8 könyv, tehát évfolyam szinten 2-2-2-2. A módszer kidolgozója többször is hangsúlyozta, hogy a sakkpalotában a sakk csak a képességfejlesztés eszköze. Szinte biztos, hogy nem lesz mindegyik a programban résztvevő alsó tagozatos diákból nemzetközi sakknagymester. Nem is ez a cél, hanem a készségek, képességek erősítése, fejlesztése. Bár a tanítónénik szerint a sakkpalotás kisdiákok nem egy esetben megfertőzték szüleiket, nagyszüleiket is, így otthon, családi körben komoly sakkcsaták zajlanak.